Sorban olvassuk a neveket az első és második világháborús hősök listáján. Összevetve a vezetékneveket szembetűnő egyezéseket találunk. Apák és fiúk, akik a hazájukért adták az életüket. Az ibrányi táblákon rengeteg név szerepel, pedig olyan dokumentum ez, ahol egy feljegyzés is bőven sok lenne. Ibrány polgármestere, Trencsényi Imre elmondta, fontos nekik az emlékezés. Nagyon sokat jelent nekem is, a képviselőtársaimnak is, és nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ezeknek az emlékműveknek az ápolására, gondozására. Éppen a tavalyi évben újítottuk fel a második világháborús emlékművet, amelyre minden év januárjában emlékszünk, és ilyenkor pedig a Hősök napján, május utolsó vasárnapján pedig az első világháborús áldozatokról, katonákról és civilekről emlékezünk meg, akik életüket adták a Magyarországért. Két háborús emlékmű között állva mondta el beszédét Vinnai Győző, aki kihangsúlyozta, minden háború elítélendő. A béke az, amiben gyarapodni lehet. A történelem nem ismételheti meg önmagát, és nem szedhet katonai és civil áldozatokat. Magyarország a 20. században mind a két nagy háborúban, az első világháborúban és a második világháborúban vesztes volt. Sok áldozatot adott abban a háborúban, akár úgy is, hogy az első világháborúban a területét is megcsonkították, a második világháborúban is vesztes lett. Több mint 1 millió ember áldozatról beszélünk a második világháborúban, katonai áldozat, civil áldozat, a holokauszt áldozatai, úgyhogy nagyon sokat szenvedett Magyarország, ezért mi minden háborút, és most gondoljunk a jelenlegi helyzetre, elítélünk, és azt mondjuk, hogy katonai áldozatok, civil áldozatok árán nem lehet megoldani kérdéseket, béke kell. A békében lehet építkezni, a békében lehet az embereknek jobb életet adni, és kevesebb hőst adni a földnek. Közös imádság után az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai adtak műsort a magyar hősök emlékére, és ezt követően helyükre kerültek az emlékezés koszorúi is.